Köszönöm a Jobbik képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Következmények nélkül lehet lopni az állami pénzeket, tönkretenni emberi életeket, ha megfelelő kormányzati kapcsolatokkal bír egy cég. Címmel a miniszter asszony halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem a képviselőasszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, képviselőasszony, elfogadja, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A Tolnai Gemenc-Volán tevékenységének kiszervezése úgy tűnik, hogy jó példája annak, hogyan lopják meg az országot magáncégek pályázatokon keresztül politikai segítséggel. Az Orange Waze, egyébként már a neve is beszédes, átvette a Gemenc-Volán tevékenységét, és mindjárt megpróbálta átverni a buszsofőröket. De azok jogutódlás miatt végül azonos feltételekkel kerültek át. Azonban, mint nemrég lekért hivatalos adatokból kiderült, az alvállalkozó Orange Waze már 2009-től nem fizetett a dolgozók zöme után járulékot és közterheket, bár az emberek hónapról hónapra megkapták az ezek szerint hamis bérpapírokat. Levonták a gyerektartást is, csak éppen a gyerekekhez nem jutott el. A fizetések rendszeresen késtek, és már annak is örültek, hogyha a készpénzben kézbe megkapták. A cég minden állami pályázaton sikerrel indult, egyszer fordult elő, hogy nem felelt meg a kiírt feltételeknek, akkor visszavonták a pályázatot és újat írtak ki, amit sikeresen elnyert. Hogy ezt a rengeteg pénzt hova tette a cég, azt nem lehet tudni, mert egy biztos, hogy sem a dolgozókra, sem a műszaki fejlesztésre, sem a szolgáltatás fenntartására nem fordította. A dolgozók által kezdeményezett megbeszéléseken a vezetőség mindent megígért, de rendre maradtak a mindenkire veszélyes műszaki körülmények, az alul tervezett létszám miatti elképesztő túlórák és az ezzel járó kimerült sofőrök, elmaradt fizetések, üres tankolókártyák. Ezért egyik reggel a sofőrök úgy döntöttek, hogy mivel sztrájkolni jogilag már nincs lehetőségük, önöknek köszönhetően, az utasok és saját biztonságuk érdekében egyszerűen nem veszik fel a munkát. Másnap mindjárt kirúgták. A mai napig nem kapták meg az elmaradt járandóságaikat. És hogy mindezt miért önöknek mondom, mert a panaszosok minden érintett hatóságnál bejelentést tettek, segítséget kértek, rendőrségen is feljelentést tettek. Sehol semmi érdemi eredmény hónapok alatt láthatóan állnak az ügyek. És eközben a cégvezetés nagy mellénnyel hivatkozik kormányzati kapcsolatokra, melyek miatt érinthetetlen. Államtitkár úr, mint egy 150 család várja, hogy hazudtolják meg a cég által terjesztett pletykát, és tegyenek hathatós lépéseket ennek a felháborító helyzetnek a rendezésére. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A válaszra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. A Volán Társaságok közszolgáltatási tevékenységét megrendelői minőségben folyamatosan felügyeljük, évente több alkalommal beszámoltatjuk, és rendszeres adatszolgáltatásra kötelezzük őket. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től, mint a Gemenc-Volán ZRT tulajdonosi joggyakorlójától, a Tribune Ventures Hungary ZRT alvállalkozói tevékenységét illetően, ez az Orange Way jelenlegi neve, illetően több alkalommal kértünk tájékoztatást. A tárca és az MNV ZRT az alvállalkozó és a munkavállaló közötti munkajogi vitába nem avatkozik, nem is avatkozhat bele, és ezt a Gemenc-Volán ZRT-től sem várja el. Amennyiben az alvállalkozó a dolgozóknak járó jogos juttatásokat nem fizette ki, vagy a levont összegeket nem utalt át a jogosultnak, a kivizsgálásban az erre illetékes szervek jogosultak eljárni. Információink szerint a Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet megtette az ezzel szükséges bejelentéseket. Amennyiben ezek kivizsgálását követően a Gemenc-Volánra is vonatkozóan is lesznek érdemi megállapítások, azokat a Nemzeti Vagyonkezelő döntésénél figyelembe veszi. Az alvállalkozói tevékenységgel kapcsolatban 2011. november-decemberben közlekedési hatósági vizsgálatokra került sor. Eznek alapján nyilvánvaló, hogy a szakszervezet a kifogásolt üzemzavarokat eltúlozza. A statisztikai adatok alapján a vizsgált időszakban a műszaki meghibásodások, járatkésések és járatkimaradások száma elenyésző volt. Az elmúlt három hónap a Gemenc-Volán és az alvállalkozó között konfliktusoktól mentesen telt el, érdemi működési problémá nem jelentkezett. Ez igazolja, hogy az elmúlt időszakban sem a társasághoz, sem a tárcához utas panasz nem érkezett. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra megadom a szót Berta Szilvia képviselőasszonynak, parancsolja.
Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, az a probléma, hogy 2009 óta folyamatosan kérnek segítséget ezek az emberek, és sehonnan nem kaptak. Ez az utolsó lehetőségük, hogy ide behoztam a ház elé, hogy hát, ha itt majd történik valami. Most elmondanám, hogy az életveszélyes körülmények miatt a napokban, tulajdonképpen a rendőr megállította az egyik autóbuszt, és ott a helyszínen be is mondta a műszaki engedélyét, ugyanis a papírokban úgy tűnt, hogy teljesen új gumiabroncsokon közlekedik a busz, és valójában szó szerint olyan életveszélyes volt, hogy le kellett állítani ott helyben a működését. Tehát ennyire jól mennek a dolgok. Illetve most már a Gemenc vonal látja el alkatrészekkel és üzemanyaggal a buszokat, de az, hogy ennek a költségei miként lesznek elrendezve, és honnan, mikor fogják megkapni, az tisztázatlan, csak pontosan azért, hogy a tömegközlekedés ne álljon le, ezért vette vissza a Gemenc volán. Igazából nem értjük, hogy miután az Orange Waze, ez a cég indul a BKV egyes járatainak kiszervezésére kiírt pályázaton, és úgy néz ki, hogy sikerrel, ezek után rendkívüli problémának látjuk, hogy egy ilyen cég, ami ott tönkretette a tömegközlekedést és 150 család életét, ezek után esetleg a BKV-ra is hasonló sor fog várni. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válasz illeti meg Fónagy János államtitkár urat is, parancsolja. Tisztelt képviselő asszony, a Gemenc volán a szerződésbe foglaltakat garanciális elemek betartásával és ellenőrzési jogának maradéktalan érvényesítésével a továbbiakban is betartja és betartatja. A természetesen mindezektől függetlenül a tárca és az MNV folyamatosan figyelemmel kíséri a Gemenc volán és az alvállalkozója közötti szerződés teljesítését. Ha az ön által jelzetteknek a legkisebb nyomát észleljük, intézkedni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Államtitkár.